egymás után érkeznek a párhuzamos parkolás gyakorló tanulóvezetők Nyíregyházán az Arany János utcában. Ők már túl vannak az elméleti oktatáson és a KRESZ vizsgán is. Hétfőtől viszont új feladatsorral és újfajta feladatokkal találkoznak majd a vizsgázók. Május 23-ától lesznek új feladatsorok a vizsgáztatás területén. Ugye én úgy gondolom, hogy ezzel minden képzőszerv meg fog ismerkedni, és természetesen ezeket folyamatosan fogjuk oktatni, hogy a diákok ennek megfelelően felkészülhessenek az új vizsgára. Az oktatók szerint a két egyenként legfeljebb 10 másodperces videórészlet vagy animáció segít majd a tanulóvezetőknek jobban értelmezni a közlekedési helyzeteket. Azt várnánk, hogy a tanulók egy cseppet nagyobb képet kapnak arról, mozgóképet, hogy hogyan lehetne a forgalomba átvinni a gyakorlatot, az elméletet a gyakorlatba. Nyilván az lenne a legfontosabb dolog, hogy lássák azokat a képeken, hogy a busz például, mint a mozgóképes ábrán, a busz hogy indul el. Mint a mindennapi életben is sokszor találkozunk azzal, hogy a busz jelzi a szándékát és nem adnak elsőbséget számára. Hát itt a mozgóképen is ezt fogja látni. A feladatok száma nem változik a vizsgákon. A mozgóképes kérdések megválaszolására 1 perce lesz a vizsgázóknak.